Azzal a céllal vágott neki az új bajnokságnak a szekszárdi UFC MB3-as labdarúgó csapata a tavaly novemberben érkező pécsi edzővel Turi Zsoltal, hogy ne a kiesés ellen küzdjön a csapat, hanem a harmadik vonal masszív középcsapatává váljon, lehetőleg már az idén. Nos, ebből az aspektusból kiindulva nem indult rosszul a szezon, 2 győzelem, 1 vereség és 1 döntetlen az eddigi mérleg. Némiképpen rontja az összképet a Magyar Kupából történő korai búcsú a szintén MB3-as Bicske ellenében hazai pályán. Kiki meccset játszottunk, sajnos az ember hátránya az nagy mértékben befolyásolta azt a mérkőzést is. Ennyivel jobb volt akkor a Bicske. Szóval egy bajnokink és a kupa meccsünk nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, de hát ilyen a futball, egyszer ad, egyszer vesz. Akkor pont vett tőlünk, de utána a következő 2 mérkőzésen meg tudtuk hozni a pontokat a bajnoki meccsen, ami nagyon fontos volt, és hogy minél nyugodtabban tudjunk futballozni hétről hétre, ahhoz az kell, hogy minél több pontot tudjunk gyűjteni. Nem érkezett a csapathoz erősítésként tapasztalt játékos, egyébként egy sem a nyáron, de nem is volt rá különösebb szükség. A baranyai tréner elég erősnek tartotta a célhoz igazítottan a keretet, ami már tavaszra kialakult, amíg télen általa idehozott néhány új játékossal, akik közül például a Szent Lőrincről érkező játékos, civilben vállalkozó Aszalos András védekező középpályásként gyökeret tudott verni a csapatban. Felnőtt pályafutásomat Szentlőrincen kezdtem meg, a Zsolt vitt Szentlőrincre is, ha jól emlékszem, ilyen 16 éves koromban, 16-17 éves koromban. Ott mutatkoztam be ugye a felnőtt futballban, hát elég régóta dolgozom vele, már több mint 10 éve, nem tudom pontosan. Utánpótlásban is nagyon sokat volt ő edzőm. A szekszárdi lehetőség akár ugródeszkát is jelenthet a pécsi nevelésű játékosnak, aki még elmondása szerint sok mindenben szeretne fejlődni fizikális és technikai téren az MB2-es szereplés felé, amiről még nem mondott le. Azért nagyon sok dologban kell még fejlődnöm. Gondolok itt elsődlegesen most azért fizikai dolgokra erősödnöm kéne, azért gyorsulnom is kéne. Lövőtechnikámon is van mit csiszolni, de szerintem jó úton haladok ennek az érdekében. 4 forduló elteltével azt lehet mondani, nincsenek úgymond favorit csapatok az MB3 középcsoportjában. Kiegyenlítettebbnek tűnik a mezőny a tavalyi bajnoksághoz képest, ez önbizalom növelő tényező az UFC házatáján. Természetesen szeretnénk minél előrébb végezni, és hamar eljönni arról a részről, ami veszélyes lehet a szezon végén. A csapatkapitány a saját nevelésű Arena Armin régen nem látott jó öltözői hangulatról, az edzővel való remek együttműködésről tudott beszámolni. Úgy gondolom, hogy az edző mindig tudja, hogy mit kell csinálni, és eddig ez be is bizonyította, hogy mi követjük, meghallgatjuk az utasításait, megpróbáljuk mindent végrehajtani, egyelőre eredményes. Armin korábbi középpályás kalandozásai során időközben visszakerült a védelem közepébe, mondhatni eredeti posztjára, ahol talán a leghasznosabb lehet a csapat számára. Otthonosan érzem magam abban a pozícióban, úgyhogy nincs ezzel semmi gond. A védekezésünk a stabilabb lett, nyilván a koncentráció múlik, hogy nem kapunk olyan gólokat, hogy ami egyéni hibákból van, és ennek köszönhetően azért jobban is szereplünk.